A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség Polgári Társulás 13. alkalommal rendezte meg a Szent Hubertus Lovasnapot a Gömöri településen. Az egész napos rendezvény a közel 100 lovas ünnepélyes felsorakozásával, majd ezt követően lelkészi áldással, valamint a regula felolvasásával kezdődött. Első felszólítás a mesterről. Megalázás vétségét követi el az a lovas, aki a mestert engedélye nélkül megelőzi. Az ünnepélyes sorakozó után kezdetét vette a hubertuszi lovaglás a település határában, ahol a lovasok a Rima völgyében mintegy 30 kilométeres lovagláson vettek részt, ahol rókavadászatra is sor került. Rimaszécs gazdag hagyománnyal rendelkezik a lótenyésztés és a lovassport terén egyaránt. Hosszú évek óta járunk erre a rendezvényre, ez most a 13. A lényeg az, hogy összejönnek azok az emberek, akik a lovak szerelmesei, és itt egy jó hangulatú nap telik el egymással, barátságban, örömben. Örülve annak, hogy ismét találkozunk. A mai nap több mint 50 lovas volt, tehát ez egy nagyon szép nagy létszám. Ilyenkor mindig történik valami, van, ami vikkedélyre adókat, van, akiért egy kicsit aggódni kell, mert gyengébb lovas esetleg, és akkor erős aló. Tehát történik az egész napnak, van egy mint egy hangyaboly, hogy zsezseg, és ebből mindig egy jó hangulatú este kerekedik, amikor még a bálba kitárgyaljuk, hogy kinek milyen bűnei voltak a nap folyamán. Az Ózdi Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület lovas, majd betyár bemutatót tartott. Este pedig ünnepélyes keretek között került sor arra a bírósági tárgyalásra, ahol a hubertuszi lovaglás közben vétkezők bírságolására, illetve az első alkalommal résztvevők felavatására került sor. Évről évre több a lovas. A 80-at meghaladta a lovak száma, és a közönség, akikre évről évre számítottunk, azok visszajönnek, de mindig hoznak magukkal újakat és újakat, akik viszik a jó hírünket tovább. Akik először teljesítették ezt a 25-30 kilométeres távot, őket felavatódnak, és őket bevesszük abba a társaságba, a hubertuszi lovaglás és fogadhajtás ősei közé, úgyhogy fel lesznek írva, kapnak egy igazolást arra, hogy ők ezt teljesítették, végig lovagoltak. A rendezvény mára már kinőtte magát a regionális rendezvények közül. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy az idei lovasnapokra már az ország távolabbi vidékeiről, illetve a határon túlról is érkeztek. Nagyon jó volt a társaság, jó volt az idő, hogy az avatás is tetszett. Musím povedať, že bol to vynikajúci zážitok, plný dobrodružstva, krásnych momentov, ktoré som zažil, pohostinnosť ľudí, ktorá tu je na juhnom Slovensku, to je neopísateľné niečo. Sú tu dobrí ľudia a krásny zážitok som dlho, veľmi dlho nezažil. A lovasnap keretén belül megemlékeztek a 3 évtizeddel ezelőtt tragikus lovas balesetben elhunyt Hubka Imrére is.